Sziasztok, Charlie vagyok, és ez itt az ECG tesztek. Ebben a videóban a drótjú talpkapcsolós SS készülékkel fogunk megismerkedni. Bontsuk ki. Becsúvannom. Drótjú, tehát szépen tekergethetjük, és nem kell szenvednünk azzal, hogy épp milyen aksi van nálunk. Kicsit nyikorog, még újak a menetek. Nézzük, mikből áll. A talpkapcsoló, ami kitekerés után egy rugó ellenében dolgozik, attól függően, hogy éppen mekkora aksi és mennyire van meghúzva, a középérintkezőt ennek a segítségével tudjuk kijebb vagy beljebb állítani és a rugó úttal játszani. Itt van maga a cső, nincs sokat, nem lehet sokat mondani róla, belül végig menetes. Itt van a felső rész, amit beletekerünk a csőbe, és amint látjuk, a gázelvezető furatok itt a felső részen helyezkednek el. 4 darab. 5-10 csatlakozó, 3 szép mély horonnyal, középen egy kézzel belülről, vagy egy csavarhúzóval állítható középérintkezővel. Sajnos a középső rész az nincsen sliccelve, de nem is feltétlenül gond. Szereljük össze. Először is én az ilyet felülről szoktam elkezdeni. Ezt kitekerem, és belerakok mondjuk egy BDC-t. Szépen ráül. A középérintkezőt visszatekerem, hogy érintkezzen. Fogom, és a felső részbe, a menetes részébe beletekerem. Ez megtörtént. Veszek egy 18-490-es IMR aksit, belehelyezem, és elkezdem rátekerni a csövet. Úgy, majdnem benne van. Alsó kapcsoló. Ott a menetekkel egy picit játszani kell. Úgy. Teljesen betekertem, most ezt összehúzom. Oldom a zsebzárat. És már használom is. Nézzük meg, hogy teljesít élesben. Nézzük meg, hogy muzsikál mondjuk egy BDC-vel, gyári 1.8-as ellenállással. Nincs ebben semmi hiba. Nézzük meg az előző iClear-rel.
ezt is szépen meghajtja. Amit kell róla tudni, hogy így mindjárt szétszedem. Hogyha esetleg 18650-nel használnánk, amit most nem fogok külön belerakni, akkor majdnem 10 centi a hossza. Hogyha 18350-nel akarjuk, akkor lényegesen rövidebb, már ilyen vicc kategória picire össze tudjuk tekerni. Gyakorlatilag a tenyerünkből se látszik ki. Ilyen esetben még 7 centi sincs, tehát 68 mm és 22 mm széles ez az egész. Nézzük akkor pro és kontra. Kontra, hogy kicsit a menetei még sikítanak, de ez a használattal múlni fog, egy picit lötyög benne, de kell is ahhoz, hogy megfelelő módon és könnyedséggel be tudjuk tekerni. Gyakorlatilag ennyi a hátránya. A pozitívuma, nagyon tetszik a középérintkezőnél ez a három hatalmas nagy levegőző vájat, szépen ki van dolgozva a gázelvezető furat is, a talpkapcsoló az olyan egyszerű, mint a faék, tehát ezt elrontani tényleg nem lehet, illetve a középérintkező is könnyen hozzáférhető, itt fönt is, lent a talpkapcsoló részén is az érintkező is könnyen tisztítható, úgyhogy én ezt mindenféleképpen, hogyha valaki egy egyszerű, állítható csőmódot keres, ami egy készülékkel ki lehet gyakorlatilag az akkumulátor méreteknek a nagy részét szolgálni, akkor bátran merem neki ezt javasolni. Vegyétek nyugodtan. Sziasztok!